Az Istenek Istene az Úr, szól és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. Tormezei Erzsébet, Isten kezében. Felvett az Isten az útporából, s a kezére tett. Félénk, ázott, bús kis verebet. Sokáig egyebet sem tett, csak melengetett. Lassan, ó, de lassan, minden csepp véremet átjárta melege, kimondhatatlan hűsége, atyai szeretete. Kezéből etetett, igéjéből itatott, csipogni, repülni, hordani tanított, s mindez sokáig, ó, de sokáig tartott. Kezében vagyok, kezéből élek. Bár szédít sokféle veszély ujjai közt, ha kinézek, de nem félek. Tudom, vihar is megtépáz, héja is kerülget, kétség, bú, gond, nyomor szívemre feküdhet, de Isten kezéből semmi ki nem vehet. És így lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Kezében csupán eszköznek lenni, ugyane kezekbe lelkeket vezetni, megtanít az Isten. József Attilától egy négy sorot szeretnék elmondani. Kevésbé ismert, annyit kell mondanom róla, hogy ebben a négy sorban az egész Biblia benne van. Teremtés, a bűn születése, a megváltás és az ítélet. Nagyon tömör. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Ebből pedig a szeretet, s a világnak vége lett. És egy személyes vallomás, szintén József Attilától. Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Amen. Köszönjük a szolgálatokat! Az ige szolgálat fog következni. Szeretettel köszöntelek, Robi. Örülök, hogy itt vagy közöttünk. Nem is tudom, talán nem is vendégként kell téged köszönteni, mert ti laktatok itt nem is olyan messze, illetve voltál ennek a gyülekezetnek a lelkésze. Tavasszal, amikor beszélgettünk arról, hogy szeretnénk más gyülekezeteket is meglátogatni, nem árulok el titkot, hogy nem Hódmezővásárhelyre gondoltunk. De hát aztán az élet mégis úgy gondolta, hogy mi hozzátok
kellett, hogy menjünk. És májusban ott voltunk nálatok, jó volt veletek lenni. És most ennek a viszont látogató alkalma van, és az élet úgy hozta, hogy talán több olyan téma és feladat is van, amiben közösen együtt dolgozunk, és hát így mi is közelebb kerülünk egymáshoz, és jó, hogy egy kicsit újra meglátogattad a régi gyülekezetedet, a Jóisten áldja meg a szolgálatodat, és nagyon sok áldást az ő igéje által. Köszönöm szépen, én a gyerekeket hívnám először ide előre, mert hogy nekik is készültem egy kis bemutatóval, vagy egy néhány gondolattal. Ha lejönnétek ide az első sorokba, akkor elmondanám nektek, nem mertek lejönni? Pedig hoztam valami érdekességet is, bemutatnám, hogy ez hogy működik. Na, lejöttök? Ezt ki kell próbálni. Ez egy olyan eszköz, amiben nem kell elemi, és mégis működik. Na, lejöttök? Gyertek! Csak zárójelben jegyzem meg, hogy aki lejön, az kap délben sportszeletet. De maradhattok nyugodtan. És kell nekem egy-két bátor, legalább két bátor gyerek, aki segít ezt az eszközt életre kelteni majd, jó? De a gyerekek, hadd kérdezzem tőletek, de a felnőtteket is kérdezem, most igazából ti válaszoljatok elsősorban, hogy szoktatok-e imádkozni? Igen? Mindenki szokott? Hadd emeljétek a kezeteket ott, akik nem jöttetek le, ott is emelhetitek a kezeteket. Mindenki szokott imádkozni. És szerintetek az imádság az mire jó? Mikor mi bemegyünk a belső szobánkba imádkozni, és esetleg halkan suttogva elmondjuk az imánkat, vagy ki sem mondjuk, csak gondoljuk, akkor hallja azt az Isten egyáltalán? Biztos? Mert van egy olyan biblia szöveg a Szentírásban, Máté Evangélium a 6. fejezetében, ezt szeretném nektek felolvasni, ahol Jézus pontosan arra bátorít bennünket, hogy amikor imádkozunk, akkor vonuljunk el valami csendes helyre. Azt mondja Máté Evangélium a 6.6-ban, hogy te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Tehát el tudjátok képzelni, hogy ha bemegyünk a belső szobánkba, mondjuk a ti saját szobátokba, bezárjátok az ajtót, és titokban imádkoztok, akkor ki az, aki ezt hallja? Hát még a szülők se hallják, gondolom. Mert hogy titokban, csendben, a belső szobátokban teszitek ezt, hát Jóisten hogyan hallhatná akkor ezt az imádságot? Aki nem itt lakik a mi házunkban, nem is a mi városunkban, hanem valahol, ki tudja, hol a csillag milliárdok között van az ő trón helye, nagyon messze ide, még a rádió teleszkópokkal se tudjuk őt utolérni. Hát akkor hogyan hallja az Isten az imát? Néha lehet, hogy a felnőttek gondolnak arra, hogy az ima az ilyen önáltatás, ilyen önszuggesszió, ha sokszor mondogatjuk magunknak, akkor beteljesül az, amit mondunk, és hát az Isten az már nem is kell hozzá, mert ez ilyen, bemagyarázzuk magunknak, hogy úgy lesznek a dolgok. De én hiszem azt, hogy a Biblia, amit mond, az igaz, és az Isten hallja a mi imádságunkat. És szeretném nektek bemutatni, hogy hogyan lehet úgy suttogva beszélni, hogy a messze lévő is hallja. Na, itt kérném most a két vállalkozó szelleműt, hogy jöjjön ide segíteni nekem bemutatni ezt a dolgot. Ki az, aki vállalkozik rá? Gyere, légy szíves. Te is gyere. Gyere gyorsan. Na, figyeljetek, én hoztam egy telefont. De ez a telefon, lehet, hogy a szüleitek ismerik, mert gyerekkorukban csináltak ilyet, de ti nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyen telefonnal. Ehhez nem kell térerő, nem kell mobil töltés, nem kell akkumulátor, nem is kell, hogy fel legyen töltve az egyenleged, akkor is működik. Megmutatom nektek, hogy láttál a salót? Akkor fogd meg, légy szíves, menjél arra, abba az irányba, addig lassan, mert a vonal összeállódik, és akkor nem lesz jó a hang, a vétel. Jó, mehetsz. Úgy, menjél jó messzire. Jó, és akkor, jó, ennyi. Itt
Fogd meg a szélét, a peremét te is ennek, és húzósan tartsátok feszesen a vezetéket, kicsit menjél még hátrébb, egy fél lépéssel, úgy. És az egyik ütök a füléhez teszi, a másik ütök meg a szájához, és valamit halkan mondotok bele. Például akkor most te mondjál vele valamit. Nem hallottad? Akkor feszesebben tartsuk, és kicsit hangosabban mondjad, jó? No, várjál. Akkor most én szólok bele, tedd a füledhez, jó? Halló, hallod, amit mondok? Igen? És akkor most fordítva. Egyenesen legyen a vezeték, jó? Ez egy ilyen telefon, hogy ez csak így működik, jó? Kicsit hangosabban mondjad, hogy rezegjen a hangod. Hallottam. Itt benne hallottad, vagy amúgy itt benne? Itt benne hallottad. Na, akkor ki az, aki még szeretné kipróbálni ezt a telefon? Gyere, de gyorsan. Próbáld meg te is. Oda is mehet valaki más a másik végéhez a vezetékre, vagy valahallak. Itt kell megfogni itt a teremét, itt van. Ezt engedd el. Jó, és akkor... Fordítva. Feszesen. Hallatsz itt? Igen. Na szuper. Hát hogy lehet az, hogy ebben se elem nincs, se térerő, és mégis működik? Hát ez fizika, majd otthon a szülők elmagyarázzák nektek, hogy apa, vagy anya. Tessék? A telefont végtelen távolság. Hát ezt is, ha végtelenül kihúznánk, működne, csak elég feszesen kéne tartani a vezetéket hozzá. És van itt ebben a jogurtos pohárban, látja, nem kell hozzá nagy költség, egy vezetékkel, meg egy kis jogurtos pohár. Van egy szöveg itt, amit szeretnék elolvasni még nektek, Jeremiás 33.3. Ki az, aki megkeresni a Bibliájából és felolvasná nekünk ezt a szöveget? Jeremiás 33.3. Valaki? Gyerekek közül? Vagy felnőttek közül? Megtaláltátok? Jeremiás könyve 33.3. Igen? Ki az? Ja, a kivetítőn van. Na, oda ki is van vetítve. Na, valamelyikőtök olvassa fel. Igen? Olvassad. Ez a szöveg is arra bátorít minket, hogy merjünk bátran az Istenhez szólni. Kiáltsunk hozzá. Persze nem tudunk olyan hangosan kiáltani, hogy a mi szavunk az elhangzódjék a csillagok közé, de ahogy láttátok ezzel a kísérlettel, a Jóistennek van olyan eszköze, amivel tudja hallani még a mi gondolatainkat is, a mi szívünknek a gondolatait is, nem csak a mi szavainkat, amiket kimondunk. Úgyhogy bátran forduljatok a Jóistenhez, amikor minden nap, meg amikor úgy érzitek, hogy szükségetek van bátorításra, mert az Úr meghallja az imákat, és válaszol. És meghallja a mennyből, bármilyen messze is vagyunk. Ha mi tudunk ilyen eszközöket gyártani, akkor őneki még korszerűbb eszközei vannak ahhoz, hogy a mi imáinkat önmaga számára hallhatóvá tegye. Úgyhogy ne feledkezzetek el, mert az imádság az része annak, hogy lelkileg növekedni tudjunk, és közelebb kerüljünk a Jóistenhez. Majd erről fogok beszélni most a prédikációban is, és örülök neki, hogy itt voltatok. Figyeljetek tovább, és remélem, hogy abból is fogtok érteni sok mindent, amit majd utána fogok elmondani. Köszönöm szépen. Nagyon sokszor köszöntöm a kedves gyülekezetet, a kedves testvéreket, és amint így végignézek a sorokon, akkor visszaidéződnek a régi emlékek, amikor itt voltam lelkész. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy mikor kezdtem én itt a szolgálatomat, hány éve annak körülbelül? 20. Akik vannak, akik nagyon jól tudják.
augusztus 1-én múlt 20 éve, hogy én ennek a gyülekezetnek először átléptem a küszöbét, és elkezdtem a szolgálatomat, és 5 évig voltam a gyulai gyülekezet lelkésze, ugye Békés Csabán laktunk, de rendszeresen látogattam ezt a gyülekezetet is, és egy nagyon szép időszak volt az, akkor még azok, akik most már a gyerekeiket tartják az ölőkbe, vagy mellettük ülnek, azok még akkor sokan még nem is voltak házasok, még fiatalok voltunk, mentünk kirándulni több helyre, több gyülekezetet meglátogatni, meghívattuk magunkat más gyülekezetekbe, és mint ahogy Tibi is hívatta a gyulai gyülekezetet hozzánk, mi meg örömmel fogadtunk benneteket. Mi is elmentünk Sátoraljaújhelyre, illetve Sálgótarjánba, Pécsre, nem tudom hány helyen jártunk még, akár hosszú hétvégén is, és nagyon jó emlékek voltak ez az idő. Nagyon örülök annak, hogy így látlak benneteket, és sajnálom, hogy azok, akik most nincsenek itt, de esetleg kísérnek bennünket a kamerákon keresztül, azoknak az arcát nem láthatom, de ők láthatnak bennünket, és örülök annak, hogy itt lehetünk veletek, és együtt nyithatjuk meg a Jóisten igéjét. Kedves testvéreim, én ma délelőtt arról szeretnék veletek együtt a Bibliából gondolkodni, hogy hogyan is tudunk mi növekedni lelkiekben. Vagy egyáltalán mit is jelent az, hogy növekszünk lelkiekben, vagy kell-e, van erre szükség? A mai világban megszoktuk azt, hogy mindenben kell gyarapodni, a tudásunkat bővíteni kell, mert a világ elmegy mellettünk. A különböző szakterületeken, vagy szakemberek folyamatos képzésben vesznek részt, nem csak az orvosok és a pedagógusok, hanem a már mindenkinek tovább kell képződnie ahhoz, hogy az újabb és újabb világ hatta kihívásoknak eleget tudjunk tenni, vagy tudjunk létezni ebben a világban, és frissítenünk kell a tudásunkat, meg kell erősödnünk újra a dolgokban. Hát a lelkiekben is így van ez a dolog, hiszen bizonyára sokan közülünk már sok-sok évvel ezelőtt kezdték el forgatni a Bibliát, vagy kezdtetek el gyülekezetbe járni, hinni a Jóistenben. Lehet, hogy ennek már 10 éve, vagy 20 éve, vagy 30 éve, vagy 40 éve, vagy ki tudja mennyi. De időnként növekednünk kell, illetve folyamatosan növekednünk kell ahhoz, hogy meg tudjunk maradni ebben a világban. Az igét Péter második leveléből olvasom, a 3. fejezet 17.-18. verséből. Ez ennek a Péteri második levélnek a két utolsó verse, az árszavak, amiket Péter apostol mond az ő levelének, level olvasóinak, tehát 3. fejezet 14-18. verse. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, mármint azt, hogy az Úr napja közel van, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és a saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek, hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övi a dicsőség most és az örökké valóságban. Én az újfordításból olvastam, de a Károly is hasonlóan fogalmaz. Péter apostol azokhoz szól az ő levelének utolsó soraiban, akik tudják, hogy az Úr napja közel van. Vagyis azt mondhatnám mai kifejezéssel, hogy Péter az adventistákhoz beszélt. Az advent várókhoz beszélt. Azok, akik abban a korban várták vissza Jézust. Ebben a korban mi vagyunk azok, akik várjuk vissza Jézust, akik most itt vagyunk, meg akik a gyülekezeteink, akik a hitünknek a részei. Nekünk szól Péter apostol levele, akik várjuk vissza Jézust. És minél inkább látjuk, hogy az idők eseményei sürgetik ezt az alkalmat, és minél annál közelebb érezzük Jézus eljövetelét, annál inkább szól nekünk ez az üzenet, hogy mi, akik várjuk Jézust vissza, nekünk mit mond Péter apostol? Azt mondja, hogy növekedjetek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézus Krisztusunknak az ismeretében. Mintha azt mondaná Péter, hogy akkor ahhoz, hogy
felkészültek legyetek Jézus Krisztus második eljövetelére, növekednetek kell. Növekedés nélkül nem lehettek felkészültek. Mert ti, akik várjátok és sóvárogjátok annak a napnak az eljövetelét, növekedjetek. Akik előre tudjátok, hogy megtörténik ez, növekedjetek. Nem elégedhetünk meg azzal a szinttel, amit a kerességünk pillanatában megéltünk, vagy amire eljutottunk. Nem építkezhetünk csupán az évekkel ezelőtti tapasztalatainkra. Naponta növekednünk kell Krisztusban. Ahogyan példabeszédek könyve 4. fejezet 18. versében Bölcs Salamon fogalmaz, példabeszédek 4.18 azt mondja, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Gondolom mindannyian örülünk annak, amikor reggel fölkel a nap, és egyre magasabbra hág, főleg ilyenkor, amikor már őszies az idő, mert tudjuk, hogy minél magasabbra jár a nap, annál melegebb lesz, vagy annál jobb lesz a hőmérséklet. És szeretjük a világosságot. Vannak a világnak olyan részei, ahol az év bizonyos szakaiban vagy nem nyugszik le a nap, vagy föl se kell. És ott elég depressziósak az emberek abban az időszakban, amikor nem látják a napot. Mert jó a világosság, mert jó a fény. Nem örülnénk annak, hogyha csak mindig pirkadat lenne, és nem kerülne föl az égre, közepére a nap. Salamon azt mondja, hogy az igazaknak az ösvénye, vagy az élete, az arról szól, hogy elindul egy ponton, ahol még csak éppen pirkad, de minél tovább halad, annál magasabbra kell, hogy hágjon, és annál világosabb kell, hogy legyen, egészen addig, amikor delelőre nem ér, és az egyenlítőn ott teljesen a fejünk fölött süt a nap, és ott még árnyék sincs, tehát gyakorlatilag az árnyék nélküliségig el lehet jutni. És azt mondja, hogy az Isten embereinek, az Istenben hívő embereknek ugyanígy kell az élete, hogy haladjon előre, és egyre jobban megvilágosodjon, egyre jobban kitisztuljon, árnyék nélkülivé váljon, és egyre erősebben süssön a nap. Ha növekedésről beszélünk, akkor először talán a testünk növekedésére szoktunk gondolni, mert az látványos. Amikor ideértünk, akikkel beszélgettünk, látva gyerekeinket, hú, de megnőttek, mondjátok. Hát igen, szoktam mondani, öregszenek ezek a gyerekek. Igen, megnőnek a gyerekeink. Mi magunk is megnőttünk abban a korban, mert 25 éves korunkig nagyjából elérünk a teljes fejlettségünkig, ami a fizikai fejlettséget jelenti. A test magasságunkat már akár korábban is elérhetjük, 15-18-20 éves korunkra is, de a csontjainkat talán 25 éves korunkig még gyűjtjük, és utána ez a gyűjtés megáll, aztán pedig fokozatosan elkezdjük használni, és minél tovább halad az életünk, annál gyorsabban használjuk föl a kalciumot, ami a csontunkban van. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a testi növekedésben van egy maximum, amit az életkorunk meghatároz, és hogyha ezt az életkort elértük, akkor ott a növekedés befejeződik. Utána legfeljebb már csak így növekszünk. Vagy így. De magasságra már nem. Nem így van ez a lelki életben. A lelki maximum, amit el kell érjünk, az nem a 150, 180 vagy a 200 cm, ahogyan a testmagasságban ezt kifejezzük. A lelki maximum az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Erről beszél a Szentírás az Efézusi Levél 4. fejezet 13. meg 15. versében. Azt mondja Pál apostol, hogy amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. És aztán a 15. versben azt mondja, hogy növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej a Krisztusban. Tehát a lelki életben Krisztus a mérce. Na most Krisztus elég magas mércét állított nekünk, Isten fiaként. És legfeljebb csak csodálhatjuk az ő nagyságát. De nem
Hiszem, hogy elmondhatjuk azt, bármelyikünk is, hogy elértük volna már ezt a szintet. De a cél irány az. A célkeresztbe ezt kell betenni. Abba az irányba haladunk. Az iránytünket abba az irányba kell állítani, hogy Jézus Krisztus teljességével ékeskedő nagykorúságra, a felnőttkorúságra, a lelkiekben felnőttkorúságra érjünk el. És itt szeretném zárójelben mindjárt megjegyezni, hogy figyeljétek meg, hogy a lelki növekedésnek is több fázisa van, többféle szintje van. Itt a felnőttkorúságról beszél. Majd fogunk még olvasni a Bibliából igéket, amelyek más fázisokat mutatnak. Tehát ugyanúgy, hogy a testi növekedésben vannak különböző szintek, gyerekkor, serdülőkor, tinédzserkor, fiatal felnőttkor, ugyanúgy a lelki életben is ezek a fázisok megkülönböztethetők és jól láthatók. Tehát a cél az, hogy a nagykorúságot elérjük a hitben és a szeretetben, vagyis lehet a hitben növekedni. Sőt, kell növekedni. Mert az a gyermek, amelyik megreked az életének bizonyos szintjén, akár fizikailag, akár értelmileg, az betegség. A lelkiekben is ugyanígy, ha megrekedünk egy szinten, akkor az betegségnek számít. Mert el kell érjük, az a cél, Isten azt adta elénkbe, hogy Jézus Krisztus nagykorúságához érjünk el. A hitre jutott Krisztusban, azt lelki csecsemőnek szoktuk nevezni, aki éppen akkor kezdett el hinni. Ez a csecsemő vagy az újszülött. Ezt maga a Szentírás mondja, Pál apostol beszél, amikor kisdedekről, meg kiskorúakról beszél, amikor a Korintusi első levél 3. fejezet 1. versében azt mondja, hogy én sem szólattam nektek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint kis testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tehát van a lelki életnek egy kisded korszaka, és ez még nem baj, mert valahol el kell kezdődjön az élet. Tehát senki nem felnőtten születik, hanem csecsemőként, és tudatlanul, de utána nő, növekszünk. És a Péter első levele, 2. fejezet, 2. versében pedig ezt a kiskorúságot ugyanígy kifejti Péter apostol, amikor azt mondja, hogy mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozatok, hogy azon növekedjetek. Jó a csecsemőkor, de csak akkor, hogyha az ember egy ideig van ott, és utána növekszik. Az a természetes. Akkor megszületik a kisbaba, akkor rendszeresen mérik, hogy mennyit szopott, hány gramot szopott, mennyi tejet vett magához. És a védőnőknek az a dolga, hogy ezt ellenőrizzék, és rendszeresen kövessék. És ha nem nő eleget, akkor az probléma. A csecsemő dolga, hogy növekedjen, és erősödjön, és hogy felkészüljön az életre, a felnőtt kor állapotára eljusson, amikor majd hasznos munkát tud végezni, és hasznos munkát, szolgálatot tud végezni a családjáért, az embertársai javára, és utódokat tud majd nevelni. A csecsemőknek egy speciális táplálék való, ami először az anyatej, majd ezt követően később nehezebb elederre is szüksége van. 6 hónapos kor után már elkezdik szilárd táplálékkal is táplálni a gyerekeket. Legalábbis a mi korunkban ez így volt, nem tudom, hogy azóta változott a tudomány, de mi még ezt így tettük a mieinknél. És a Biblia is beszél erről, hogy van egy időszak, amikor a tejjel való táplálást azt el kell hagyni, és fel kell váltani ezt valamilyen szilárdabb táplálékra. Korintusi első levél 3:2-3. Tejjel tápláltatok titeket, nem kemény eledellel. Mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok, és nem emberi módon viselkedtek el. A csecsemő és a gyerekkor nem tart örökké. A növekedés eredménye az, hogy egyre jobban felkészültek leszünk az élet kihívásaira, és arra, hogy egyre szilárdabb táplálékot vegyünk magunkhoz. A fizikai növekedés az idő múlásával megtörténik. Nem tudom, hogy melyikőtök akart gyerekkorába nőni. Mert például én akartam. Én szerettem volna. Édesapám 183,
öcsém megint csak ott valahol, én 175. Én nőni akartam még, de nem sikerült. Akárhogy koncentráltam, akármit tettem, nem tudtam nagyobbra nőni, de az idő múlásával ez a magasságom egyszer csak eljött, bekövetkezett, ha akartam, ha nem. Ha odafigyeltem, ha nem figyeltem oda. Akkor is nőttem. Volt olyan nyár, amikor 8 centit nőttem egy nyári szünetben. Az volt a maximum, amikor ekkorát nőttem. De ezt nem én akartam annyira, illetve nem, én nem tudtam befolyásolni, hanem ezt az idő hozta magával. Mert a növekedés az bele van kódolva a sejtjeinkbe. Azzal születünk. Talán a csecsemőmír így felelős ezért? Nem vagyok benne biztos, de valami hasonló. Egyszerűen, ha odafigyelünk, ha nem figyelünk oda, növekszünk testileg. Nem tudunk ellene tenni, akaratunk és a személyes döntéseink nem avatkoznak bele a növekedésünkbe. A lelki életben azonban azt kell mondjam nektek, hogy nem az idő függvénye a lelki növekedés. Az idő múlása az nem jelenti feltétlenül azt, hogy érettebbé, felnőttebb korúvá válunk a hitben, vagy a szeretetben. A zsidókhoz írott levélben Pál apostol éppen azért korholja meg a levele olvasóit, mert hogy az idő elmúlt felettük, és mégsem nőttek föl. Azt mondja a zsidókhoz írott levél 5. fejezet 12. és a 14. verse közötti szakaszban, zsidók 5, 12-től 14-ig, mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédjének kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindez, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédjeiben, mivel hogy kiskorú. Az életkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre. Azt mondja Pál, hogy az idő elmúlt felettetek, de nem lettetek felnőtt korúakká. Vagyis az idő múlása az nem jelenti a növekedésnek a biztosítékát a lelki életben. Attól, hogy valaki már 10, 20, 30, 40 éve kezében tartja a Bibliát, vagy hisz Istenben, vagy megkeresztelkedett, vagy jár gyülekezetbe, nem jelenti azt automatikusan, hogy az idővel biztosan lelkileg magasabb szintre lépett, és esetleg már a felnőtt korúságban tart. Egyáltalán nem biztos, hogy a régi keresztények, azok, akik régen keresztelkedtek, azok már elérték a lelki érettséget. Jézus a magvető példázatában is emlékeztek arról beszél, hogy négyféle talajtípus van. Van a föld, illetve az útra esett mag, van a tövisek közé esett, a kövek közé esett, meg a jó földbe esett. Jézus is arról beszél itt, hogy különböző fázisban van a növény ezekben a különböző talajokban. Van, ahol ki se kell, van, ahol épp kikeld el, fonnyad, valahol kikeld, nem fonnyad el, de termés nem tud hozni, mert a kórók visszafogják, és ott van a negyedik típus, a jó talaj, ahol meg ki tud bontakozodni, és gyümölcsöt hoz, és termést hoz. Ez a példázat valahol egy kicsit a lelki állapotainkról is beszél. Mennyire vagyunk szabadok arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. Végbe mente bennünk a lelki növekedésnek a négy fázis, amit itt Jézus ebben a példázatban említ. A növekedés ugyanis nem az idő múlásától függ, hanem attól, hogy mit teszünk azért, hogy lelkileg növekedni tudjunk. Ezért valamit tenni kell. Arra is találunk bibliai példát, hogy valaki a fiatal kora ellenére, vagyis az idő rövidsége ellenére, sokkal magasabb lelki szintre jutott el a növekedésben, mint ahogy azt esetleg várná az ember. A 105. Zsoltárban találjuk ezt a megállapítást, a 21-22. Versben, ahol Józsefről van szó, Jákob fiáról jegyzi fel a Szentírás, hogy a fáraó Józsefet úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává,
hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket pedig bölcsességre tanítsa. Tehát József a fiatal kora ellenére olyan bölcsességet birtokolt az Isten félelme miatt, hogy az egyiptomi fáraónak a kormányzóit és a vezetőit ő tanította. Egy nagy hatalom vezetőit ő tanította. Sokkal érettebb volt, sokkal bölcsebb volt, mint a nálánál sokkal korosabbak, tapasztaltabbak. Tehát az idő múlása nem feltétlenül jelenti a bölcsességet. A lelki érettség nem az idő függvénye, elsősorban attól függ, nem attól függ, hogy ki hány éve keresztelkedett, hanem attól a lelki folyamattól, amin keresztül mentünk. Mik azok a dolgok, amikkel segíthetjük a lelki növekedésünket? Az egyik dolog az, amit itt a gyerekeknek is bemutattam az imént, hogyha imádságban rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Jóistennel. Hogyha tudunk vele olyan közeli kapcsolatban lenni, akik megosztjuk azokat a dolgokat, amiket másokkal talán meg sem mernénk, de az Istenre rábízzuk. És az Istentől kérjük a tanítást, a segítséget. Aztán az ő igéjének az olvasása, annak a kutatása, hogy az Isten milyen bölcsességre akar minket eljuttatni. Ez mind a lelki növekedésnek a fázisa. Az, hogy közösségben élünk, hogy gyülekezetben járunk, és egymást építjük, és másoktól is kapunk visszajelzést a magunk lelki életére vonatkozóan, meg támogatást, ez is a lelki növekedésnek az útját jelenti, illetve segíti ezeket a dolgokat. Azok a tapasztalatok, amiken átmegyünk az életünk folyamán, és megéljük őket, és amilyen tanúságokra eljutunk azok nyomán, ezek mind segítenek a lelki növekedésben, de ez egy tudatosságot követel, hogy ezeket a lelki dolgokat előre vegyük az életünkbe, és imádkozzunk azért, hogy az Isten tudjon minket vezetni az ő szent lelke által. Pál apostol is saját szolgálatának a célját úgy látta, hogy abban növekedni, segítenie kell a tagokat, a gyülekezet tagjait. Kolossi levél első fejezet 28. versében azt mondja, hogy mi őt hirdetjük, mármint Jézust, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Tehát Pál, mint lelkésznek, vagy mint korabeli Isten küldöttének a szolgálatát abban látta, hogy a gyülekezet tagjait tökéletessé tegye a Krisztusban. Ez a tökéletes szó egyébként, ha megnézitek a görög szövegben, akkor azt jelenti, hogy teljes, felnőtt, érettkorú. Ez felnőttkorúságot, érettkorúságot jelent. Abban látta az élet, a szolgálata értelmét, hogy segítse a gyülekezet tagjait a felnőttkorúságra a Krisztusban. Mert ezen az úton nem állhatunk meg, növekednünk kell. Úgy is mondhatnám, hogy a lelki növekedést azt tervezni kell. Mint ahogy amikor valaki szeretné a testét jobb kondícióba hozni, akkor egy valamiféle torna sort a gyógytornász, vagy éppen a személyi edzője előír neki, aki az izmait szeretné növelni, annak még inkább fontos az, hogy pontosan kövesse az edzőjének az utasításait, mert így fog testileg igazából megerősödni. A lelkiekben is van ilyen lelki edzésterv, amit követnünk kell ahhoz, hogy lelkiekben megerősödjünk. Ha csak úgy vagyunk, akkor a pocakunk nő, ha csak sokat ülünk és elkényelmesedünk. Ellustulunk, ahogy Szigeti Jenő mondta annak idején, elhájasodunk, és lomha mozgásúakká válunk, és még betegek is leszünk. Ha lelkileg fittek akarunk lenni, akkor tennünk kell érte valamit. Tennünk kell érte valamit, és az egyik ilyen az, amikor az ember térdel. A térdelés az egy nagyon jó lelki gyakorlat. Mert segít abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, aki magasan van. Pál a zsidókhoz írott levelében ugyanerre a tudatosságra utal, amikor itt a zsidókhoz írott levél 6. fejezet 1. és 2. versében a következőképpen szól, annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet,
törekedjünk tökéletességre, itt megint csak az érettség szó szerepel, nem rakosgatván le újra alapját a hold cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. Azt mondja, hogy törekedjünk a tökéletességre, törekedjünk az érettségre, és ne újra a régi dolgokat rakosgassuk le, hanem arról kell beszélni, ami lelkileg előrébb visz bennünket, ami lelkileg megerősít bennünket, ami segít a növekedésben. Jó időnként a régi igazságokat is, bibliai igazságokat is felemlegetni. Most például a Szombat iskolában épp a halál állapotáról van szó, ami egy régi igazságnak is mondható, de mindig hozzá kell tegyük azt, ami abban új nekünk, hogy megerősítsen minket az Istennel való közösségben. Tehát azt mondja, hogy törekedjünk a tökéletességre, és igyekezzünk arra, hogy egyre magasabb szintre jussunk a Krisztussal való közösségben. Tehát azt mondhatnám így összességében, testvéreim, hogy a lelki növekedés az nem választható dolog. Ha akarok, akkor választom és növekszem, de úgy is jó, ha nem választom. Tehát ez nem opció, nem opcionális, hanem szükségszerű, eszenciális. Nélküle nincs kereszténység. A lelki élet legelemibb alapfeltétel, hogy növekedjünk. Ha aki nem növekszik lelkileg, az meg fog halni. A lelki, vagyis a belső növekedés egy idő után szükségszerűen külső, számszerű gyarapodásban is meg kell, hogy mutatkozzon. Ugyanis felnőtt korúvá válunk, elérjük a testmagasságunknak az optimumát, és utána jön az, amikor férhez mennek, megnősülnek a gyerekeink, és családot alapítanak. Vagyis számszerűleg is növekednek. Utána már nem a testükben növekednek, hanem számszerűleg fognak növekedni, mert a fizikai érettségnek az egyik biztos jelzője az, hogy szapora képessé válik az illető. Nagyon csúnya szakszóval ezt úgy mondják, hogy ivarérett. Igaz? Amikor utódokat képes nevelni, és erre a világra hozni és felkészíteni őket. Ekkor alapítanak családot a gyermekek, illetve a felnövekvő generáció. Gondoskodnak az utánpótlásról. Pál apostol a Galata levélben a következőket mondja, a 4. fejezet 19. versében. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Pál apostol azt mondja, hogy ez egyfajta születés. Amikor valaki segít másoknak abban, hogy bennük Krisztus formálódjon ki. Itt Pál nem önmagáról beszél már, hanem másokról. Tehát ő, aki felnőtt korúságra jutott Krisztusban, ő segít másoknak ahhoz, hogy újjá szülessenek, vagy megszülessenek, új generáció jön létre, ők az lelki utódok, akikben segíti a felnövekedést, hogy ő bennük is Krisztus megszülessen, mert majd ők is, amikor ezt elérik, képessé válnak arra, hogy másokat ugyanígy segítsenek Krisztusban növekedni, újjászületni. Tehát a lelki szülőség az az egyik jele a lelki felnőtt kornak. Másokat Krisztushoz vezetni, és hitben megerősíteni, felkészíteni őket arra, hogy ők maguk is alkalmassá váljanak a lelki szülőségre, és másokat Krisztushoz tudjanak vezetni. Valamint arra, hogy aztán a végén mi nagy szülők leszünk. Mert lesznek unokáink, meg dédunokáink. Ki az, aki már legalább harmadik generációs adventista? Akkor nektek vannak, akik már harmadik generációsok vagytok, nektek vannak lelki nagyszüleitek. De ugyanígy nem biztos, hogy ez nem feltétlenül kötődik családi vonalhoz, hanem hitből hitbe, ahogy átöröklődik az evangélium, lelki szülőivé válhatunk olyanoknak is, akikhez vérségi kapcsolatunk nem köt. És Pál erről beszél, hogy gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalommal szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Látjuk szépen ezt a folyamatot, ahogyan a Szentírás felépíti a különböző igéken keresztül, hogy végigvezettük ezt. Van lelki csecsemőkor, kisdetkor,
a telki tápláléknak az ételét, italát kell fogyasztani, de ennek erősödnie kell, és a kemény eled erre van szükség, hogy felnőtt korúvá váljon az illető, de ha felnőtt korúvá vált, akkor pedig utódokat kell hagyjon maga után, és lelki gyermekeket neveljen, akiket képessé tesz arra, hogy majd ők is mások utódaivá váljanak, vagy lelki szüleivé legyenek. Tehát a lelki életnek ugyanúgy, mint a fizikai életnek vannak különböző fázisai, csecsemőkor, kisgyermekkor, serdülőkor, fiatal felnőttkor, érett felnőttkor. És mindannyian valamelyik fázisában ennek a lelki növekedésnek benne vagyunk. Vajon hol tartunk a lelki növekedésben? Mert ahogy mondtam, és ahogy láttuk is az igéből, az idő múlása az nem feltétlenül jelenti azt, hogy minél öregebb keresztények vagyunk, annál biztosabb, hogy lelkileg is érettek vagyunk. Ha felismerjük azt, hogy melyik korban vagyunk lelkiekben, akkor van lehetőségünk tovább fejlődni. Mert tudjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy a következő szintre eljussunk, majd onnan a következő szintre is. Most ezek nem minőségi szintek, ne úgy értsétek, hogy az, aki még csecsemőkorban van, az a legrosszabb. Mert a csecsemőkornak megvan a maga helye és ideje, és szükségszerű, hogy meglegyen. Sőt, van egy ilyen növekedésnek is egy ilyen furcsasága, hogy az a gyerek, amelyik nem mászik gyerekkorban, az lehet, hogy a mozgásában visszamaradott lesz, mert szükségszerű, hogy a mászás is meglegyen a maga idejében. Tehát minden kornak megvan a maga helye és szerepe, de nem szabad, hogy örökké tartson, ugyanis a lelki növekedésben megvan az a furcsaság, hogy bele lehet ragadni egyes korokba. Meg lehet rekedni a különböző fázisokban, és el lehet ott éveket, évtizedeket tölteni, anélkül, hogy az ember tovább lépne. Ennek van irodalma. Elég nagy irodalma van ennek, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hogyan tudjuk felismerni, és hogyan tudunk növekedni. De visszatérve az eredeti gondolatra, Péter apostol azt mondja, amit az alapigében olvastam a második levél, a harmadik fejezet, 17.-18. versében, hogy ti, akik várjátok Jézus Krisztust vissza, akik készültek az ő eljövetelére, növekedjetek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és a megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Növekedjetek, testvéreim, növekedjünk mindannyian. Tegyünk azért, hogy előre tudjunk haladni, mert akkor lesz számunkra, akkor leszünk felkészültek Jézus Krisztus eljövetelére, hogyha állandóan növekszünk, és egyre közelebb kerülünk az Úr Jézushoz. Efézus 4.15-ben Pál azt mondja, hanem az igazságot követvén, szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje Krisztusban. A Jóisten segítsen nekünk, hogy így tudjunk növekedni. És ajánlok nektek egy irodalmat. Itt találtam a gyülekezet könyvtárában, illetve a polcon. Életre való hit, tanítványsági kalauz. Ki az, aki találkozott már vele? Néhányan találkoztatok. Ez az irodalom egy segítség ahhoz, hogy amikor valaki megkeresztelkedett, és szeretné elhagyni a csecsemőkort, és feljebb lépni, vagyis magasabb lelki szintre lépni, akkor ebben találhatók olyan olvasmányok, amik segítenek ebben növekedni. Azok, akik már régóta járunk Istennel, de szeretnénk növekedni, azoknak is ajánlom ezt az irodalmat olvasni, és megbeszélni utána valakivel, mondjuk egy másik testvéreddel. Azoknak, akik meg most keresztelkednek meg, vagy most léptek még csak ki a keresztelő medencéből, azoknak pedig azt javasoljuk, hogy a gyülekezetből egy tapasztaltabb személlyel együtt beszéljék át, egy lelki mentorral ezeket a témákat. Mert tudjátok, hogy amikor keresztségre készül valaki, akkor a 28 bibliai hitelvet megtanulja. De utána, ha megvolt a keresztség, akkor egy kicsit úgy elengedjük a kezét. És most már úgy gondoljuk, hogy tud úszni, ússzon maga. Ez a könyv meg abba segít, hogy ne engedjük még el a kezét, hanem segítsük őt megtanítani azokra az alap mozdulatokra, amivel a víz tetején tud maradni, és tud haladni.
Ez a könyv abban segít, ezek a témák, hogy segítsük őt az élet, a keresztény élet gyakorlati megélésében. Ezért az a cím, hogy életre váltott hit. Hogy az életben hogyan tudjuk ezt megélni. Ajánlom nektek, szerezzétek be, olvassátok, beszéljétek meg segítsétek azokat, akik most kezdenek el Krisztusban járni, vagy akik még kisdedek, hogy ne érezzék azt, hogy a csecsemőt magára hagyták, hanem segítsünk nekik növekedni Krisztusban. Mert közben mi magunk is növekszünk, mert aki mást felüdít, maga is üdül. A Jóisten legyen ebben velünk, és segítsen, hogy növekedni tudjunk. Amen.